Sziasztok, kedves kiim! Üdvözöllek titeket ebben az új horgoló iskola videóban. Ma egy újdonságot hoztam nektek. Ennek a nagyon aranyos csörgőnek az elkészítését mutatom be. Már mutatom is a felhasznált anyagokat és az elkészítést. Figyeljetek jól! A csörgőhöz a 3,5-es horgoló tümet fogom használni, illetve ezt a gründl babafonalat. Ez kifejezetten babaholmi készítésére való, semmilyen káros anyagot nem tartalmaz, nyálálló és bőrbarát. Ezeket a biztonsági szemeket is használni fogom. Ezek több részből állnak, és csavarszerűen lehet a részeket egymásra húzni. Több színű szemből tudunk választani. Én most a csörgőhöz egy egyszerű fekete színt használtam. A csörgőnek a fogantyú részével kezdek, dupla szállal fogok dolgozni, felveszem a húrkot a tűre, tűn lévő húrkot nem számoljuk bele, tehát azon kívül veszek fel 45 láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5, és itt van a 45 láncszemem. Most felveszek egy forduló szemet, így, és most leöltök ide az első szembe. És most minden szembe készítek egy rövid pálcát. Közben figyeljünk arra, hogy ne forduljanak meg a szemek az elkészített láncszem sorunkon. Nos, elérkeztem a sor végére. Ide is felveszek most egy forduló szemet. És most visszafelé is egy-egy rövid pálcát horgolok a szemekbe. És ezt addig csinálom, így, ameddig összesen 15 sorom lesz. Ha ez megvan, akkor már mondom is, hogy hogyan tovább. Tehát, hogyha megvan ez a 15 sor, akkor így néz ki a munkánk, most pedig elkezdhetjük ezt a kis csíkot feltekerni. Az egyik oldalán kezdem el, így, és elő is veszek egy kapcsot a rögzítéshez. Ezzel a kis kapocsal rögzítem, és így haladok most tovább kisebb szakaszokban, és feltekerem az egészet. Arra kell figyelni, hogy a szemek továbbra is szépen egy sorban legyenek, ne legyenek elcsúszva. És így rögzítsétek az egészet. A sorok pedig ne legyenek elcsúszva. Hogyha ezzel kész vagyunk, akkor így néz ki a feltekert munkánk. Erre a sorra figyeltem itt végig. Az volt a tájékozódási pont. Most megfordítom. És most az lesz a következő lépés, hogy ezt a két sort itt összehorgolom. Ezáltal egy erős, stabil fogantyunk lesz. Átszúrom a tűt az első két szemen, áthúzom a fonalat, így, mutatom, és most így haladok szemről szemre egészen a sor végéig. Minden egyes szemnél így járok el, ahogy mutatom. Elérkeztem a sor végére, kivettem közben a kapcsokat is a munkámból, és így néz ki eddig. És most teljesen kihúzom a fonalat, így, fogom a tűmet, és befűzöm a fonalakat a tűbe.
És most pedig fogom a fogantyú két végét, egymásra teszem, és szorosan összevarrom. Fontos, hogy tényleg jó erősen varjuk. Nem baj, ha a többi fonal még itt lóg. Azokat majd elvarjuk. Nos, összevartam a fogantyú két végét, és elvartam a kilógó fonalvégeket is. Ezzel elkészült ez a kis gyűrű. Már csak a fejrész hiányzik róla, és hamarosan már kész is leszünk vele. A fej elkészítéséhez ugyanúgy dupla szállal fogok dolgozni, csinálok egy hurkot, majd felveszek 6 láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Így, és leöltök az utolsó szembe, áthúzom a fonalat, 6 szemem van tehát, és most minden szembe 2 rövid pálcát készítek, így összesen 12 szemem lesz. Megvan a 12 szem, most egy jelölő szálat fogok használni. Ide teszem, ide simítom a horguló tű elé, és most minden második szembe szaporítok. Tehát ez azt jelenti, hogy az első szembe egy rövid pálcát horgolok, a második szembe 2 rövid pálca kerül, a harmadik szembe megint 1 rövid pálca kerül, és a negyedik szembe pedig megint 2. Így most összesen 18 szemünk van. Kihúzom a jelölőszálat, és most megint ide simítom. És most pedig minden harmadik szembe szaporítok, tehát egy rövid pálca, még egy rövid pálca, és utána pedig 2 rövid pálca jön. Most összesen 24 szemünk van, kihúzom a jelölőszálat, és megint ide simítom. Most minden negyedik szembe szaporítok. Most pedig minden ötödik szembe, összesen 6. szembe, és összesen így lesz 42 szemünk. A jelölőszálakat továbbra is használom, és a következő két sorban is ugyanúgy 42 szemet horgolunk, tehát ez azt jelenti, hogy két körön át minden szembe egy-egy rövid pálcát horgolunk. Igen, a két kör után pedig fogyasztás jön, minden 6. szemnél fogyasztok. Igen, itt van a 6-os. 1-2, ugyebár úgy kezdjük, és amikor a 6 és 7, akkor így húzzuk át. Tehát ez a fogyasztás, ahogy mutatom.
Ezután minden ötödik szemnél fogyasztunk. Utána minden negyedik szemnél, majd minden harmadik szemnél, és hogyha készen vagyunk ezzel a sorral is, akkor összesen 18 szemünk van. Itt egyelőre abba hagyjuk a fogyasztást, kihúzom egy kicsit hosszabbra a fonalat, most megcsináljuk a kis arcát, a füleit és szemeit, így most még egyszerűbb megcsinálni, és ha kész lesz a figura arca, akkor ki is tudjuk tömni a fejét vattával. Így néz ki most a kis figura arca. Az arc egyes részeinek a pontos leírását megtaláljátok majd a videó leírásában. Most pedig kitömöm vattával ezt a fejrészt. Hozom is hozzá a vattát. Kiveszem azokat a szálakat, amelyek majd még kellenek a további horgoláshoz. Ez a három szál az. Tetszés szerint tömjétek ki a fejet, ha szép kerekre szeretnétek, akkor tömjetek bele sok vattát, ha pedig azt szeretnétek, hogy ne legyen annyira kerek a feje, akkor ne tömjetek bele olyan sokat. Teljesen betömtem a fejét vattával, és most haladok tovább a fogyasztással. 18 szemünk volt az utolsó sorban, továbbra is használom a jelölőszálat, és most minden második szemnél fogyasztok, ugye legutóbb minden harmadik szemnél fogyasztottam, most pedig minden második szemnél, és utána lezárhatjuk a fejrészt, kihúzom jó hosszúra a fonalat, hogy majd el tudjuk varni. Levágom a fonalat, és el is készült ezzel a fej, és most már rávarhatjuk a fogantyúra. Ehhez befűzöm a fonalat a tűbe. Rendben, ez meg is van, és most rögzítem a fejet. Most pontosan azon a helyen fogom rávarni, ahol a fogantyú két végét is összevartam. Ha ide tesszük a fejet, akkor egyáltalán nem lesz feltűnő a fogantyún az összevarrás helye. Először is átszúrom a tűvel a fogantyút. Nem lesz egyszerű, ezt már most tudom. Lehet, hogy nem fog sikerülni első próbálkozásra, mert ugyebár eléggé vastag az anyag, de azért néhány próbálkozás után csak összejön a dolog. Ezzel valamennyire már rögzítve is van a fej, de most azért még fogjátok rá a fejrészt a fogantyúra, hogy biztosan ne mozduljon el, és úgy varjátok össze szépen, teljesen ezt a két alkatrészt. Nos, rávartam a fejet, most így néz ki, és ezzel tulajdonképpen el is készült a csörgőnk, de igazából készítettem még hozzá egy ilyen kis farkat is, ezt is még rá szeretném varni ide, és ha ezt is rávarom, akkor már tényleg teljesen kész lesz a csörgő. Rögzítettem tehát a farkát is, kész van a csörgő, így néz ki. Így néz ki hátulról, és így néz ki elölről. Nos, tehát ennyi lett volna a csörgő bemutatása, remélem, hogy tetszett nektek. Ha így van, írjatok hozzászólást, kattintsatok a tetszik gombra, és iratkozzatok fel a csatornára. Ha szeretnétek még hasonló videókat látni, akkor nézzétek meg a többi videónkat is. Köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan ismét találkozunk. Sziasztok!